Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Most kinyitottam, levettem a kötelet róla, megnézzük, hogy áll a barack. Hát engedi a levet. Ennyi gyűlt össze. Drága kincsem, már összeszedtem, még én munkába voltam. Ezt hozzá is adom. Hát még a kettős kopi az itt van, azok már háromnegyedik vannak, azt már nem fogom nyitogatni, benne van a cukor, és már várja a megfelelő pillanatot, mikor elszállítják. Nos hát ezt most visszatakarom, és megyünk tovább. Most hát meglettek öntözve a virágok. Hát látom, ez a egyik nem nagyon tűrte jó, hogy át lett ültetve. A többi növény úgy néz ki, hogy nem törődik avval, hogy valami változás történt volna. Most hozzájuk fog érkezni kettő új jövevény. Hát így egy kézzel kicsit nehéz. Elég szeles időnk van. Ez a közepébe fog belemenni. Ez mindkettő levendula. Ők az egyre nagyobb. És a következő paradicsomok is már érnek. Majd a vasárnapi húslevesbe fogok vinni, mert most lemaradt, ha otthon leszek vasárnap. Mert vasárnaptól megkezdődik a szabadom, úgyhogy lesz időm helyre rakni most a kertet. Amit most szeretnék csinálni, az az, hogy a almákat ki fogom ritkítani, hogy nagyobbra nőjenek meg majd. Ne legyen ilyen sűrű, mert azt ilyen picik maradnak, nem tudnak szépen megnőni nagyra. A mai nap ezt a almafát fogom megcsinálni. Nem olyan hú, de nagy. De én nem is szeretem azokat a túl magasra növő fákat. Kényelmesen az ember le tudja róla szenni a gyümölcsöt. És akkor megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Ami kell hozzá, az egy kanna és egy metszőolló. A lényeg, hogy legyen rajta fityegő, mert ha nincs rajta fityegő, akkor az már nem is metszőolló. Jó, akkor ennyit tudunk. Már is mutatom, hogy kell. Itt, ahogy jól látható, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alma egy helyen, ami fölösleges ebből egy. Ilyen csúnyábbat lemetszünk, max 3-ot, vagy 2-t, a két nagyobbat szerintem meghagyom. A legtávolra esőbbet kellene meghagyni egymástól, de az a kettő on szép, inkább azokat hagyom meg.
Így. Egy, kettő. Itt is van három. A két távolrásőt meghagyom, a középsőt azt kivágom. Ne legyen ott. Ennyi a lényege. Most nézzünk egy másikat. Itten kettő van, az jó. Itt van 1, 2, 3, 4 és 5. Hát nekem ez a középső nem kell. És itt is 1, 2. Azokat meghagyom. Ezt az egyiket. Hát ez olyan csúnyáska, azt a kettőt szépen meghagyom, hogy ott legyen. Majd azok nőjenek nagyra. A többi fölösleges nekem. Nem is akarok annyi almát rajta. Az a lényeg, hogy nagyobbak legyenek, szebbek legyenek. Nem kell nekem sok kicsi. Mire megyek vele? És akkor így fogom folytatni az egész fát. Eszerint fogom megcsinálni. Nem volt sok alma ezen a fán. Leszedtem azokat, amik úgy 4-5-ösével voltak, valahol hattam 2-esével, valahol meghattam 3-asával, ahol olyan szép, nagyobbak voltak. Nincs szívem már nagyon többet leszenni, mert így sincs rajta olyan hú de sok. Hát ez évben az alma az nem olyan, ami ezen a fán. Igaz, hogy el volt hanyagolva, nem is metszették évekig, úgyhogy ezébe szépen a levéltetvek is rámentek a levelekre, permeteztem, nem segített. Annyit lehet tenni, hogy ezeket a ágokat vissza lehet vágni, amit lehet meg is fogok csinálni, mert a tetvek ezekre a zsenge levelekre arra mennek rá, öreg levelekre viszont már nem mennek rá, és ha így a végeket visszametszik, akkor eltűnnek a levéltetvek, mert a öreg levélre már nem fognak visszajönni, a zsenge még már nem fog nőni. Így tudjuk megelőzni még. Majd jövő évben a fának a törzsi részére akarok olyant venni, ilyen ragasztó szalagot körbe lehet tenni, és mikor jönnek föl a levéltetvek, akkor szépen beleragadnak, és nem tudnak felmenni a fánkra, és nem tudják a leveleket levél nedűt kiszíni. Hát az lesz a jövő évi módszer, amit ki szeretnék próbálni. Ezt így a sógoromnál láttam, hogy ő ezt alkalmazza, ő végig nem is permetez. Neki ez a permetmentes fogalom van a fejében, és ő úgy így küzd a levéltetvek ellen, és sikeresen. Nos, én is azt ki fogom próbálni, mert nem szeretném nagyon én se vetszerezni így a kertet. Nos, megnézzük a következő fát, amit meg fogunk metszeni. Ezen ilyen apróbbak a almáink, de nem nagyon szépek. Nekem ez a fa ez évben, ez rettentően be volt nőve. Ezt én ritkítottam ennyire ki. Ez valami kegyetlen módon egész felnőtt annak a... Ott látni a háttérben a tűlevelő fát. Egész annak a magasságába volt itten, valahogy átnőtt egész a másik körtefára, akkora volt. Hihetetlen. Rengeteget leszettem róla. Itt egy óriási nagy kupac volt azt. Itt égettük el. Hát nagyon sok volt. Sajnálom, na mindegy. Ezen túl most már én fogok róla gondoskodni. Ezen a fán viszont nagyon szépek a almák. Meg is mutatom. Szép, gyönyörű, egészséges. Ezt a szomszéd
megmetszette, és látni is, hogy ez évben gyönyörűen terem. Ez évben én metszettem már, múlt évben ő metszette, mert mondta, hogy nem bírta nézni, hogy nincsenek megmetszve a fák, úgyhogy amit volt ideje, és tudott, akkor ezt megmetszett. A következő fa, ez egy idősebb fa, viszont sok-sok kis almácska van rajta, ezen rengeteg van. Ezt is egy kicsit ki fogom ritkítani, hogy ne legyen rajta ilyen sok. Ez már egy igen idősebb fa. Persze minden sebet, ahogy megmetszettem, itten próbálom mutatni, ilyen barna ápoló festékkel, ez ilyen barna festék, ami direkt arra van, hogyha a fát levágod, ottan segíti a begyógyulást, hogy ne legyen semmi baja a fának, szép egészséges legyen. Hát ez a fa is szépen adja a termést. Itt elkezdtem kivagdosni almákat, a fölöslegeset. Látni, hogy nincs olyan sűrűn, ami nagyon fölösleges, hogy olyan sűrűn legyen. Itt, ahol nem vágtam, itt lehet látni, hogy mennyire sűrű. Ez itt rettentő sok alma egy helyen. Így túl sok energia megy el a sok picire, és nem fog nőni egyenként ez az alma úgy, ahogy kellene neki. A csúnyábbakat, vagy a sérültebbeket is leszedem, vagy ahol rengeteg van, akkor leszedem ilyen csomóban az egészet. Itt is látni, hogy az a alma nem valami szép egészséges, vagy az szerint is itt is látni, hogy ez az alma is ilyen valamilyen pöttyös, nem az igazi. Úgyhogy azokat kiválogatom, és nem hagyom meg rajta az összeset. Eddig ez a rész van meg, és ennyi alma jött le róla, amit úgy tartok, hogy fölöslegesen van a fán. És még a másik felén ott van rengeteg. Megyek egyet, fújok, iszok egyet, mert szomjas vagyok, és fogom folytatni szépen a munkát. Ilyen gyönyörű, szép időben. Elültettem a levendulát, egyik ide került, a másik még amoda. Majd itt a almát is már megcsináltam. Most már nem olyan sűrű. Itten a legvégén, bent, az kívülről jobban látni. Itt a másik felén. Ott hattam párat úgy. Hát nem tudom, hogy lehet-e innét látni, vagy innét alulról megnézzük.
Hát nem nagyon látni, de itten kicsit sűrűbbre hagytam az véget, hogy meglássuk, hogy hogy fejlődnek ott hátul majd az almák. Míg itt ez csak egy pár ágat hagytam úgy, és itt elől hogy fejlődnek az almák. Majd pár hónap után meg tudjuk nézni, hogy van-e különbség, érdemes-e vele dolgozni, vagy nem érdemes vele dolgozni. Szerintem a mai videó ennyi lenne. Jaj, még mielőtt elfelejtem, az almákat az természetesen a komposztra dobálom rá. Oda került be egy papír, biztos a kannából volt benne, azt majd kiveszem onnét. Bár a papír is természetes. És ez szépen itten el fog nekünk rohadni, komposztálódni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Nem sokára találkozunk. Sziasztok!